Szerbusztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, így a rendkívülire sikerült húsvéti ünnepek kezdetén. Erre való tekintettel most egy házilag is nagyon egyszerűen elkészíthető kifli, illetve kenyér receptet hoztam nektek, de ezzel a hagyományostól eltérően tényleg egy egyszerűsített verzió lesz mind a kettőből, ugyanis egy dagasztás nélküli kenyeret, illetve egy kelesztés nélküli kiflit szeretnék nektek röviden, tömören, kis recepttel bemutatni. Tartsatok velünk! Szervusztok! Először is áldott boldog húsvét ünnepeket szeretnék nektek kívánni ebben a tényleg rendkívülire sikerült időszakban. Az biztos, hogy ez most eltér mindenkinek a szokásos menetrendtől, minimum annyiban, hogy nagyon sokan házon belül rekedtek, és erre való tekintettel szeretnék nektek házilag egyszerűen elkészíthető kenyér, illetve kifli receptet mutatni. Ahogy az a bevezetőben már elhangzott, ez egy DNK, vagyis dagasztás nélküli kenyér recept lesz, valamint egy kelesztés nélküli kifli. Hát nálam általában az a két eshetőség szokott fennállni, hogyha péksütemény készítéséről van szó, hogy vagy nincs időm és kedvem dagazgatni, vagy most is azonnal kellene a termék, ezért nincs időm kivárni a kelesztési időt. Na most ez a két megoldás, dagasztás nélküli kenyér, kelesztés nélküli kifli, ezekre a lehetőségekre kínál némi alternatívát. Röviden bemutatom nektek a kenyér receptjét is, hogy tudjátok, miről van szó, de elsősorban ezt a kiflit szeretném nektek megmutatni. Elsősorban a receptet teszem közzé a videóban, láthatjátok benne, de azért apró pillanatképeket a készítés folyamatáról is. Röviden mit kell róla tudni? Ahogy mondtam, ez egy dagasztás nélküli kenyér, tehát az a lényege, hogy látni fogjátok az összetévőket, röviden az elkészítés módját. Ez szó szerint annyiból áll, hogy egyik este, vagy 12 órával a sütés előtt egy tálban összeöntitek kb. 3 perc alatt a hozzávalókat, egy egyszerű keveréssel megkavarjátok, és úgy hagyjátok, semmit nem kell vele csinálni, nem kell kidagasztani. Másnap előforrósított sütőtálban, ami egy teljesen egyszerű jénai tál lehet, kisütitek, és kész, lehet fogyasztani. Tehát ez egy tényleg nagyon egyszerűsített változat, mondanám, hogy lusta háziasszonyoknak, de inkább elfoglalt és más téren is lestrapált háziasszonyoknak meleg szívvel tudom ajánlani. Éjszaka megteszi a magáét az élesztő, úgyhogy tényleg nincs vele más dolgunk, csak a reggeli sütés, és ilyen szép kis kenyérkét kapunk egyébként. Másik verzió nálam ugye, amikor azonnal kellene valamilyen kenyérféle, aminek a beszerzése nálunk alapból is általában igen korlátozott napközben. Na de most itt a rendkívüli helyzetre való tekintettel sokan nem is tudják megoldani a boltba való rohangálást, erre pedig ez a kelesztés nélküli kifli lehet egy megoldás. Ennek is látni fogjátok a receptjét a videó folytatásában, illetve néhány pillanatképet bemutatok belőle az elkészítés folyamatából, de röviden azt kell róla tudni, hogy szintén összekavargatjátok a hozzávalókat, esetleg egy dagasztógépbe vagy egy bivajerős robotgépbe is beledobhatjátok, de én ezt tényleg csak kézzel szoktam kidolgozni, amúgy sem egy nagy mennyiségről van szó. Összekeveritek, összedolgozzátok, lényegében minimális pihentetés után rögtön lehet is dolgozni a tésztával. Itt olyan kelesztési időkről beszélünk, hogy ilyen 1-2 percek, legfeljebb 10 percet érdemes várni, de ezt azért nem is teszem bele a videóba, mert ez annyi szokott lenni, amíg az ember rendet pakol maga után a konyhában, begyújtja a sütőt, előkészíti a tepsit, tehát nem kell vele külön számolni, ahogy előkészítettük a tésztát, kinyújtottuk, feltekertük a kifliket, lényegében rögtön lehet is beledobni a sütőbe, akár úgy, hogy elő sem melegítettétek, az alatt, a kis idő alatt is remekül tud egy kicsit kelni magában. Na, ez majd látni fogjátok a
kis videó bevágásokon úgy néz ki, hogy az összegyúrt tésztából egy gombócot formálunk, kinyújtjuk egy minél nagyobb kör alakra, ezt felvágjuk szabályosan 8 felé, ami kis háromszögeket fog kiadni, ezeket a kis háromszögeket még kicsit tovább nyújtjuk, illetve tekerés közben is a széles végétől elkezdve tekerjük föl, és akkor a kis háromszöges végénél fogjuk befejezni a tekerést. Sütőpapírra, tepsire dobáljuk, és mehet a sütőbe. Ez is lényegében azonnal megvan, és azonnal fogyasztható. Tehát ezek most tényleg arra adnak alternatívát, ha vagy a dagasztással nincs kedvünk foglalkozni, és kézzel gyurkálni, és vagy pedig a kelesztésre nincs időnk, mert azonnal kellene egy péksütemény, akkor pedig ezt a kiflit tudom ajánlani nektek. Hát nézzük pici bevágásokból, illetve a receptből, hogy akkor ez hogy néz ki, és biztatlak is titeket, hogy bátran készítsétek el.
Hát ennyi lett volna a recept, tényleg nem bonyolult. Próbáljátok ki nyugodtan mind a kettőt. Esetleg írjátok meg kommentben, hogy hogy sikerült, vagy hogy mit változtatnátok rajta. És hát jó étvágyat kívánok hozzá! Készüket!
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és remélem, hogy sikerült alternatívákat kínálnom nektek az otthoni kenyér vagy kifli sütésre, olyan esetekre, ha nincs kedvetek vagy időtök dagazgatni, vagy esetleg most és azonnal kellene, és nincs időtök kivárni, hogy megkeljen a tészta. Úgyhogy lényegében azonnal is meg lehet valósítani a kifli receptet. Tartsatok velünk legközelebb is, és mindenképpen áldott, boldog húsvéti ünnepeket és jó egészséget kívánok nektek ebben a rendkívüli időszakban. Vigyázzatok magatokra nagyon! Szervusztok! Szia!